Az az igazság, én nem akartam filmes lenni, illetve nem filmes akartam lenni. Amikor leszereltem a katonaságtól, akkor szakmám volt nekem, köműves volt a szakmám. Köműves fehér munkás, én gipszmunkás. És úgy kerültem a szobrászműhelybe, a filmgyár szobrászműhelyébe. És ott akkor éppen ilyen fiatal embereket kerestek produkciós munkára. És megkértek, hogy nem akarok-e én. Hát könnyű a katitánba vinni, én is úgy jelentkeztem, mert én már jelentkeztem ott ilyen felsőbb iskolába, hogy megyek a filmgyárból felsőbb iskolára, és akkor ajánlotta a személyzeti főnök, hogy menjek el ilyen produkciósnak, filmgyári samesznak. És én elhúztam a mézes madagat a szám elől, és elmentem. És akkor kerültem 1952-ben a Feltámadt a tenger című filmbe ügyelőnek. Nem bántam meg. Tulajdonképpen ez a film első forgatási napja volt, amit itt csináltunk. Zsenyén, az alkotóházban, ebben az arborétumban, gyönyörű ősi fák között. És Latinéri Zoltánnak ez az első napja volt a filmbe, ahogy az első forgatási nap volt. De ezt két kis táncos lányjal, Móger Ildikóval és Szamos Idittal csináltuk végig. A Jenei Zoltán csinálta a zenét, és playback alájátszással táncoltak itt ennél a füvön. Nem is fű, hanem ilyen avar. És lekaszáltattuk, letapostattuk, hogy tudjanak táncolni. Nem nagyon így lett a Latinéri Zoltánnak, mert ő mondta, hogy ilyen terepen ő nem tud táncolni. Különben is ő kicsit felfogott ideg állapotban volt. Részben a színházból kifolyólag, ahol három darabot próbált egyszerre, mikor elkezdtük mi a forgatást. És belecsöppent ebbe a filmbe. De nagyon fáradt volt, ideges is volt, rossz ideg állapotban is volt. Nem szívesen dolgozott akkor ezen a helyszínen. És mondta, hogy ő ideges. Nem tudtuk, hogy miért. Egyszerűen elképzelhetetlen. Nem tudtuk elképzelni. Nem dolgoztunk még olyan színésszel, hogy aki ilyen ingerült volt, kötözködött. Kérte, hogy hozzunk neki egy laborba vizet, hogy a lábát beleáll. Hideg vizet, hogy a lábát beleáztassa. Leült egy székre, beáztatta a lábát a hideg vízbe, ez neki egy nyugodtságot kölcsönzött. És tudtunk vele forgatni. Úgy kerültünk erre a helyszínre, Zsenyére, hogy a Huszári Zoltán egyszer itt nyaralt, még előtte, a film előtt is, és itt találkozott az Elk Zoltánnal. És ebbe az arborétumba, az Alkotóház arborétumába hívtam meg az Elk Zoltán, és itt kezdtük el a forgatást, gyönyörű helyszín különben. Amikor este már munkaidő után leültünk az Elk Zoltánnal ilyen vacsorára, és akkor ő szeretett ilyen játékokat csinálni, a forintnak a szám arataival játszottunk, kisebb, nagyobb számok arányát figyeltük, és mindig az Elk Zoltán nyert, de nem azért, mert hagytuk, hanem mert neki szerencséje volt, és mindig ő nyert tőlünk. Nem nagy pénzbe játszottunk, de nagy élmény volt vele, hogy egyáltalán én összekerülhettem volna még ilyen. Huszárik soha nem nyert? Nem, nem nyert. Huszáriknak se volt szerencséje, nekem se volt szerencsém. De Zoltán nyert ott mindig. Tulajdonképpen két napot voltunk itt, nem olyan nagy stábbal. Egy napot egy próbát csináltunk itt a két táncos lányjal, mint mondtam, Móger Ildikóval és Szamos Idittal, és a Latinovicssal. És a második napon megcsináltuk a felvételt. Amikor a gyártáshoz megbízzák, akkor az első nagy munkája az, hogy összeállítja a stábot, megkeresi azokat a forgatócsoport tagokat, akivel el tud kezdeni dolgozni, akivel egy filmet végig tud csinálni. Amikor ez már megvan, akkor már a film, magát a filmet készítik elő, ha megkapták rá az összes pénzt, az összes anyagi dolgokat,
beszerezték, akkor már mindig a film elkészítése, a stáb összetartása, a stáb munkájának a megszervezése, és mindez arra vonatkozik, hogy a rendező és az operatőr keze alá adjon mindent, hogy ők tudjanak dolgozni. Ez a legelsőbb feladat a gyártásvezetőnek és a kötelessége. Mi volt az egyes stúdióban beszéltünk a Bacsóval, Újhelyi Szilárddal, hogy nézze meg ezt a Szindbádot. Hát ha valamilyen módon itt rá lehet mégis a Zolit vinni arra, hogy egy megfizethető kereteken belül megcsinálja. Akkor beszéltünk, és ő valóban az egész forgatókönyvet átdolgozta. Az egész, egy sokkal hosszabb filmről volt szó, egy ilyen 3-4 órás filmről lett volna szó korábban, egy monstrumról, tényleg megcsinálta, és akkor tulajdonképpen kidekáztuk azt a kis pénzt, ami nekünk volt, mert nem volt több pénzünk, mint mondjuk egy átlagfilm, és még valami, amit én az egyéb filmben meg tudtam takarítani. Tehát egy elég szerény összeg állt rendelkezésre. Nehéz most már visszaemlékezni 28 év távlatában, de ha így belegondolok, az egész Szentendrére vonatkozólag sok emlékem fűződik, mert itt a Szindbád című filmmel sokat forgattunk. Ezen a szentendrei helyszínen, itt a Városháza téren, itt régen egy mentőállomás volt, ami állandóan működött reggeltől estig mindig. A gépkocsik ki bejöttek, azt nem lehetett föltartani, mert jött egy telefonhívás, hogy betegért kell menni, azt rögtön abba kellett hagyni a forgatást. Le kellett zárni az egész teret. Minden utcát le kellett zárni. Nem beszélve arról, például éjszakánként forgattunk. Hangos agregátorunk volt. Nem tudtuk elhelyezni olyan helyen, hogy a lakók ne botránkoztak volna meg rajta. És mindig panasszal fordultak a tanácshoz, hogy mi zajongunk itt éjjel. Egy éjszaka forgattunk, mire a panaszt megkapta a tanács, már régen átmentünk másik városba. Ha volt egy-két-öt autó, azt mind el kellett küldeni innen, le kellett zárni. De ezt már éjjel le kellett zárni, hogy másnap tudjunk forgatni. Ha olyan autó állt be, amit nem bírtunk elvinni, akkor nem tudunk forgatni. És ezen kívül az engedélyek megvoltak a tanácstól, meg a többi szervektől. A mi embereink dolgoztak már itt. Kellett ez a helyszín, mert maga ez a hangulat, ami itt volt. Ez a flaszterkő, ez kellett itt a Szindbád film hangulatának. Az a sárga ház, ami ott hátul volt, az kékre volt festve, ha jól emlékszem. Itt csodák történtek. Ez az egész film úgy zajlott, amit Gulyás Lajos gyártásvezető gyártott. Egész film úgy zajlott, hogy ilyen fantasztikus csodák voltak a film készítése közben. Pénagy János berendező, aki itt kellett, hogy a szürke lovat, a Szindbádot szállító kocsit produkálja, a kocsit hozta, de a lovat itt helybe szedte össze. Itt találta meg. És más filmben, ha egy ilyen szituáció van, akkor a lovat előtte hetekkel korábban elkezdik idomítani, hogy akkor álljon meg, és úgy vigye a halott Szindbádot, Latinovicsot. Itt pedig találtak helyben egy lovat, aki az első szóra értett mindent, és tökéletes partnerünk volt. Tehát nekem ez a helyszín, azon túl, hogy a Sáros Anyival ezt a helyszínt egyszer kiválasztottuk, azon túl a ló emléke is. A szürke ló emléke. Amikor már ide kerültünk, akkor a stáb meghatározó volt, mert azt a film legkezdetein állítjuk össze. Még el se kezdjük a forgatást, és a stáb megalakul. Nekem volt még egy szűk stábom, akivel együtt dolgoztam, és utána a következő funkciókat, ruha, kellék, egy ilyen technikát, világosítókat, az mind szereztük az operatőr, rendező kívánságának megfelelően, hogy ki fog dolgozni a filmben. Az 50 ember, aki dolgozott egy filmben, az mindig minden filmben változott, a nagyja, a nagy többség. És ugyanúgy itt is. Mert itt például, amikor megmondták, kikereste a díszlettervező a helyszíneket, kijelölték a rendezővel, hogy itt fogunk forgatni,
ez engedélyt kellett kérni Szentendrétől, rendőrségtől, a tanácstól, a mentőállomásnak a vezetőjétől, hogy itt forgathassunk, hogy ne akadályozzuk a szentendrei életet. Hol volt az irodád, a produkciós irodád? Hát az a gyárban volt, a fönt a produkciós irodát, onnan intéztünk mindent. Akkor a telefonokat, mindent onnan bonyolítottunk le. A harmadik emeleten volt fönt, sokáig, több évig ott dolgoztam egy szobába, az egész stábommal. Sok évig volt az irodám. Általában változtak az irodahelyiségek és az embereknek, mert a stáb létszámától is függött a gyárban, hogy hol forgatunk. És egyes rendezőknek, mint például a Keleti Mártonnal, Gertlernek régen, megvoltak a saját szobáik, a saját irodáik, a saját gyártásvezetőik is. Hát én például a Bacsó Péternek a 8 filmjét ebből az irodából csináltam meg. Gardos Ferenccel is dolgoztam 6 filmben, az is ebből az irodából szerveződött. Csodálatos körülmények között kellett megcsinálni. Azért volt fantasztikus, mert az egy olyan furcsa korszak volt, amikor mi megrendelhettünk például tapétákat, színeket a nagyvilágból. Sárával, Huszárikkal hárman ültünk ott a Gulyás Lajos irodájába, és próbáltunk kiválasztani színeket, és bennünk volt az akkori társadalomnak a félelme, hogy úgyse biztos, hogy megjön. Tehát minden tapétából, teszem azt, kettőt rendeltünk. Ugyanarra a díszletre, és minden tapéta megjött. Kicsit úgy mellé ültünk a széknek. Zoli most, ha itt lenne, az szerinted mit csinálna? Várná, hogy összeállítsák a kamerát, türelemmel várná, most már türelemmel várná. Különben ő nem volt türelmetlen semmiben ilyenben. Megvárta nagyon nagy türelemmel, míg összeáll a stáb. Ha várt valamire, akkor leült a járdára, cigarettázott. Sajnos nagyon sokat cigarettázott. És ott magába könyvet bújt, vagy forgatókönyvet olvasott. Szó nélkül. És mindig az volt a szerencsém, hogy nem ment el messzire. Ott volt a stáb közelében, és nem ment el sehova, úgyhogy nagyon kellett őt keresni. Ő ilyen alkat volt. Ő nem kívánta meg magának egy olyan rendezői széket, hogy rá legyen írva, hogy Huszárik Zoltán. Soha nem is volt neki ilyen. Ő mindig a legkisebb ládára is leült, ami ülő alkalmatosság volt, nem strapálta magát ilyen nyáron, zokni nélkül a sarúba, ahogy régen is járt, állandóan úgy volt, lezelen öltözött, soha nem panaszolt, hogy neki melege van. Hogy ismerte meg én ezt a Gulyás Lajost, és a gyár hogy ismerte meg? Kérem szépen, az 50-es évek elején volt a gyárban egy ilyen nagy botrány. Elterjedt egy óriási botrány, futótűzként, hogy képzeljétek, mondta mindenki, itt egy melós rác megvert egy tűzoltót. Most ebben az ávós időszakban a tűzoltót, egy hatósági közeget megverni, hát ez valami félelmi, minden. Na hát akkor kezdtük nyomozni én is, hogy hát ki volt ez a srác. Hátrament, hogy nagy kör közepén állt egy ilyen mikironi-szerű, kedves, fiatal pasas, és vidáman mesélte, hogy képzeli ez a izé, hogy el kellettem szemétkedni, el kellett anyázni. Hát én nem tűrhettem, behúztam neki. Na és mit? Így meséltem. Hát aggódtunk, hogy mi lesz ennek a fiatal meg a sorsa, de szerencsére akkor ő munkás volt, és hát azért a munkás osztály fia az valamiféle kis elnézést élvezett abban az időszakban, úgyhogy Lajosom ezt megúszta belső fegyelmi. Nehéz volt átkerülni a gipszöntő üzemtől a... Nem volt nehéz, akkor az időben nem. Akkor keresték az ilyen fiatal embereket. Nem én voltam az első a gyárba, aki ilyen helyre került. Többen voltunk, és akkor be is iskoláztak engem. És rögtön gyártásvezetőnek? Nem. Ügyelő voltam, segédfelvételvezető, felvételvezető, minden. Szóval végigmentem a ranglétrán. És nagyon rosszul kerestem, majd mikor már felvételvezető, önálló felvételvezetőről lettem 56-57-ben, akkor már kezdtem jó keresni. Akkor már megérte, hogy filmes lettem. De addig csak leisztoltam végig, nagyon nehéz munkával.
nagyon keveset keresve. Most telt múlt az idő, és egyszer a ma is nagyon legendás hírű Szirtes László gyártásvezető felvételt utánpótlás keresett. És akkor gyakorlat volt, hogy a gyárból kerestük elsősorban, laborator gyárból, nagyon sok kitűnő szakember került, aztán később átvilágosítóból, labormunkásból, át lényegében komoly produkciós beosztásba. És ő is ott azt mondta, eszébe jutott, hogy valóta az a nagyon talpra esett, kedves fickó, az a Gulyás Lajos. Én azt megpróbálnám felvételtőként. És az ő tekintélyével ezt el tudta intézni. És így a Lajosom tulajdonképpen így beboxolta magát a filmgyártásba, és a filmstár nem is eszágem jutott, és ezt elvállalta. Na most, szegény Szirtes Laci elég korán meghalt, mégpedig a Fábrival volt egy kóproducciós terve, egy csehszlovák-magyar fogos, fél Prágába tárgyaltak, amikor ő egy szívszérítésen meghalt, és nekem jutott az a feladatom, hogy a film további előkészítését tőle átvegyem. És így én örököltem egyben a Lajost is, akiben egy hallatlan lelkes, hallatlan, kedves, odaadó pasast ismertem meg, és utána tovább is dolgoztam vele, több filmbe felvételtőként, majd aztán, amikor én főgyártásvezető lettem, és kellett olyan gyártásvezetőket keresnem magam mellé, akivel úgy gondoltam, hogy én folyamatosan, szívesen dolgozok, hát ugye a Bajusz Jóska mellé, hát akit szintén szerettem és tiszteltem, amellé kiválasztottam a Gulyás Lajost, és a Nyár a hegyen című filmbe, ami akkor tulajdonképpen nem volt egy olyan nagyon bonyolult feladat, ott Bacsó Péter szívesen fogadta előtt gyártásvezető partnerének. És meg is csináltam nagyon rendesen a filmet. A Bacsó Péternél voltam a Nyár a hegyenbe először felvételvezetőből gyártásvezető. És ő szólt, ő kért föl, fölhívottak a stúdióba, a Bacsó Péter meg a Földottó, és mondták, hogy ezt meg tudom-e csinálni, lehetek-e a Nyár a hegyenbe gyártásvezető, akarok-e lenni, meg tudnám-e csinálni. Igen. Bátran elvállaltam, és akkor sikerült. És akkor összebarátkoztam a társasággal, és a Bacsó filmnek akkor 8 filmjét csináltam egymás után. Ez melyik helyszíne volt a Szindbád filmnek? Amikor a Szindbád, Latinovics Zoltán, a Szindbád főszereplője, itt a zöldre festett galéria előtt, ami nekünk akkor egy fényképész üzlet kirakata volt, és akkor nézegeti a régi fényképeket. Ezeket a régi fényképeket mi tettük bele az egész keretbe, amit a díszlettervező, a rendező kiválogatott régi fényképeket, és mi csináltuk az egész fényképész kirakatot akkor. De egy nagyon rövid jelenet volt itt az egész. Az előbb azon beszélgettünk, ha jól emlékszem, hogy én mindig abban a hitben voltam, hogy a Latinovics azon a sikátorról jön ki, amikor itt megáll a... Nem, mert ha megnézed a filmet, az meredekebbről jön ki, lépcsőzetes kis sikátoron, az egy más helyszínen van. Hasonló, mint ez a keskeny házak között, de lefelé lejt, erősen lefelé lejtő helyszín. Szindbád filmnek magyarországi helyszínei most, ahol vagyunk, aztán Zsenje, Felvidéken, Szlovákiában, Poprád körül. Több, ezek a külső helyszínek. Budapesten is forgattunk, Muszte Annával például, de a belső helyszínek azok egy híján mind műteremben készült díszletek voltak. Az az egy, az a Hungária kávéház volt, pont a Muszte Annával kezdődő kaland, a Virág Árus kislány története. A többi az, mind a 30-valahány, az mind műteremben történt, műteremben fölépített díszletekben. Huszárik egy képzőművész is volt. Ő egy nagyon mély lelkületű ember volt, és ő igyekezett olyan színészeket is válogatni, keresni magának, akik közel állnak az ő lelki világához. És ő ezeket nagyon szépen meg,
fogta ezeket a dolgokat, mint a Szindbádba, hogy Latinovicsot, aki egy nagyon-nagyon nehezen kezelhető ember volt, és végig irányította Latinovics minden mozdulatát, minden szavát. Nézd, fantasztikusan jó munkatársakkal dolgoztam. Wind Pál, Kriska István, akik a film építészei voltak, a berendezők, említettem már, a P. Nagy János. Ezek mind valahogy ilyen furcsa állása lehetett a csillagoknak akkor, Huszárik Sára, meg ezek az emberek, Morel Misi bácsi, meg a többiek, hogy olyan furcsa dolog történt, hogy a korábban más filmeken tanult munkatársaim úgy tudtak dolgozni az akkori műtermi díszletekben, az akkori műtermi lehetőségek, műhely lehetőségek között, hogy olyan díszleteket csináltak, egy kis részben én is benne vagyok, mert is én terveztem ezeket a díszleteket, hogy a nagy öreg, a Morel, Morel Mihály, vágó, szobrász, festő. Tehát a Morel Mihály, amikor ültünk benne a buszteron, amikor néztük a ismételt anyagot, amit fölvettünk, a Lenke lakása esetében, amikor a Rutka Éva lakásában fogadja a Szindbádot, nézte a filmet, és nézte a busztert, és megkérdezte, hogy Tamás, ez hol volt? Hol vettétek ezt fel? És mondtam, hogy hát ez műterem, ez díszlet. És a Misi bácsi, aki tényleg egy vén róka a szakmába, és nagyon régóta tudja a szakmát, a Misi bácsi nem akarta elhinni. Különben nagy szerencsém volt akkor ennél a konkrét Lenke lakásnál például, mert Földotónak hála, föladhattunk előtte egy újsághirdetést, nem a szokásos rövid szövegűt, hogy a filmgyár ezt vagy azt keres, hanem konkrétan, ami 50 szó volt a újságcikkben, a újsághirdetésben, és így jelentkezett be egy Radnai Né nevű hölgy, aki Gödöllön élt, illetve Budapesten élt, de Gödöllön volt egy háza, és tőle tudtam megkapni azokat a ólomüveg ablakokat, egyéb tárgyakat, amitől a Lenke lakás élővé tudott válni a műtermi körülmények között is. Mint felvételvezető, akkor is voltak olyan filmjeim, amikor nagyon meghatározó időszak volt egy-egy film. Felvételvezető volt a Makkaronynak a Megszállottak például, ami nagyon nagy dolog volt akkor abban az időben. Akkor volt például a Duvada, a Fábri Zoltánnak a Duvadja. Amikor átkerültem gyártásvezetőnek, hogy az első nagy filmem, a nagy játékfilmem, az a Nyárhegyen volt, ahol nagyon-nagyon kellett koncentráltam szellemileg, fizikailag, hogy sikeresen megoldjam az egész filmnek a gyártási munkáját. És akkor volt, utána volt nagyon sok film. Hát sok-sok film, a Tanú, a Szerelem, Szindbád. Ezek mind olyan filmek voltak, amik közönségnek is tetszettek, és nagyon jó filmek voltak, amit sokan megnéztek az emberek, és az én életemben is nyomot hagytak ezek mind. Örömmel csináltam minden kockájuk, amit forgattak a rendezőim, azt szerettem, Kardos Ferivel a filmeket, minden, Bán Robival, szóval ezek mind olyan jó filmek voltak. Én egy olyan gyártásvezető voltam, aki mindig ott volt a forgatási helyszínen. Én nem távolból irányítottam a forgatásokat, én mindig ott voltam, reggeltől estig ott voltam a helyszínen. Én mindig azt nézem, hogy a rendezőnek a következő napra mi kell, mi a kérése. És én egy ilyen gyártásvezető voltam, és engem szerettek is a rendezőim. De nem tudom, hogy más gyártásvezető mit csinál, én ezt így csináltam. Én ezt így vezettem be, és én a forgatáson mindenről tudtam, napra készen, percre készen, tudtam, hogy mit csinál egyik órában, másikban, harmadik órában a rendező. És tudtam, hogy holnap mit akar csinálni. És ez nagy dolog, és ezt
És ezt el is várták tőlem azok a rendezők, akikkel én dolgoztam. És tudták is, hogy meg is fogom csinálni. Én ilyen típusú gyártásvezető voltam. Van itt egy pár fotó, amit a kezem közé került. Hát nem tudom, ezt nézed meg, de hát ez neked nem ismeretlen. Mondanál ezekről a kalapos képekről valamit? Hát itt éjszakai felvétel volt, ahol az öreg asszonyok a Búcsú bácsi című jelenetben a Szimbádban, ahol egy hegyoldalba az öreg asszonyok siratnak, meg fekszenek, alszanak, és az éjszakába a Latinovics kalapját a kezembe került, nem tudom hol, és akkor felvettem a kalapját, és ez... Ez a játszó kalapja? Igen, a Latinovics játszó kalapja, és ez a két fénykép sikerült. Ez pedig a film első jeleneteit forgattuk Zsámbékon, vagy Tinyén, mert nem tudom hol, amikor a Latinovicsot a volt szeretői, a Szindbádot, a volt szeretője ide-oda küldözött, a halott Szindbádot. És itt a Huszárik, Sára Sándor és én, ilyen késő őszi hangulatú időben. Hát a kezdet kezdetén, hát nem volt pénze. A filmgyárban nem kerestek olyan nagyon jól az emberek. Az igazság, hogy nagyon sokat dolgoztunk órában, mint már mondottam, naponta 12-14 órákat dolgoztunk. Jobban kerestünk, mint egy más gyárba egy esztergályos vagy egy lakatos. De nagyon sokat dolgoztunk órában. Majdnem duplát dolgoztunk, mint egy gyárban. És nem volt elég a létfenntartáshoz, nem volt ez olyan nagyon-nagyon sok pénz. Többet is költöttünk, igen, sokat jártunk vidékre, távol a lakásunktól, ott ettünk, ott kellett élnünk. Sokkal többet költöttünk. És a Huszárik is. És ő nem keresett még annyit sem, mint én. Hát ügyelő munka az, azok csinálták az ügyeli munkát, akik a szakmába be akartak tanulni, tanulni akartak a szakmába. Ügyelő mindent csinál. Az magyarul ilyen lótifuti. Én is voltam az 1952-ben. A Feltámadt a tenger című filmben voltam ügyelő. A lelkemet kirohantam mindig. Sokat dolgoztam, és pláne nagy apparátusú filmekben, mikor lovak, katonák, ezekkel dolgoztunk. A Szindbád című filmben pedig az utcákat le kellett zárni, el kellett tüntetni a nem korabeli járműveket, személyeket, ruhákat, mindent. És ez mind az asszisztensnek a feladata, aki az ügyelővel tüntetteti el a dolgokat. És az Oli is vitte a kávét a Gertler Viktornak? Hát ez biztos, biztos abban a korban, amikor még dolgozott a Gertler Viktornak. De hát ez nem kötelező dolog volt ez. Az ember nagyon tisztelte például szó szerint a Gertler, szóban került most a Gertler neve, nagyon tisztelte a Gertlert. Én mindig örömmel vittem, még akkor is, mikor felvételvezető voltam nála, akkor is örömmel vittem a Gertlernek a kávét, mert szerettem őt, tiszteltem őt. Felnéztem rá, egy kultúrált, intelligens ember volt, és örültem, hogy vele dolgozhatok. És kiszolgáltam őt minden tekintetben. Felvételvezetője voltam a Nosztifia esete, Tóth Mariban című filmben, és nagy örömmel dolgoztam vele akkor. Hát nagyon nehéz jellemezni a Huszárik Zoltánt. Ez egy különleges ember volt, mert ugye nálam 10 évvel fiatalabb volt, de egy rendkívül tehetséges filmrendező volt, és más világa volt az egész lelkületének, mint egy köznapi embernek. Egy magába zárkozott, ugyanakkor az emberektől nem elzárkozott, mert szerette az embereket, a szívét, lelkét odaadta volna mindenkinek, mindenét. És a jó szívűsége az sokszor odáig ment, hogy a saját szájától vonta el a falatot, mert jó indulatú ember is volt. Senkire soha nem volt egy rossz szava. Hát én voltam 27-28 éves, 29 éves, akkor ő is volt 20 valamennyi éves. És nagyon jó hangulóban voltunk mindig, mi találkoztunk. És megszerettük egymást.
És így találtánk szerintem a Szindbád című filmbe. Én mindig végigkísértem őt, mikor megcsináltam, nekem nagyon tetszett például az első film, az Elégia, ha jól emlékszem, a lovakról szóló filmje. Gyönyörű film volt. És akkor beszélgettem vele erről, nekem az nagyon tetszett. És amikor elkezdett dolgozni a Szindbád című könyvön, mesélte nekem, hogy ezen dolgozik, meg tudom, de közben még csinált előtte rövid filmeket, mint egy új gyakorlatként. És amikor a Szindbád már valósággá vált, hogy lesz belőle film, akkor szólt, hogy akkor én egy gyártásvezető voltam. És szólt, hogy megcsinálná a filmet, hogy lennék egy gyártásvezető. Lennék, de mondom, szólj a főnökeimnek, hogy engem akarsz. És így kerültem be a Szindbád című filmbe. Akkor javasoltam én a Gulyás Lajost, aki hát egy lelkes, ügyes ember, és nem az a jellemző rá, hogy itt elsősorban a pénz, az saját pénzét nézi. És amiben megállapodunk, azt ő betartja. És így jött a Lajosom, aki, hát mikor ezt én fölkértem, de ezt már megint kiszúrszor, nem ott tudok, nem érdemlem én ezt meg tőled, hogy már megint azt mondja, hogy egy olyan filmet kapok, hogy egy vasat nem fog keresni, édes Lajoska. Olyan filmet kapsz, ami ha sikerül, egész életedre büszke leszel, biztos vagyok benne. Ha nem sikerül, hát akkor pekünk van. És így lett a Gulyás Lajos ennek a filmnek a gyártásvezetője, akinél az is nagyon fontos volt, és én több azért is szerettem őt, mert egy hallatlan, derűt, biztonságot árasztott. Szóval ő, ha valami nem stimmelt, mert hát volt, amikor nem stimmelt, azt is úgy adta elő, olyan nevetve adta elő, hogy ez az ember tulajdonképpen azt, hát nem baj, majd megoldjuk valami másképp. De jó volt vele dolgozni. Örültem, mikor a Szindbádot, mint gyártásvezető elvállaltam, és nekem adták a főnökeim. De akkor a Földottó volt a gazdasági vezető, Bacsó Péter volt a stúdióvezető, és akkor ezek a vezetők megengedték, hogy én csináljam, mint gyártásvezető a filmet. Sikeresen végig is csináltam, kb. 3-4 hónapot forgattunk, ősszel kezdtük el a forgatást, majdnem ősszel kezdtük el a forgatást, téli havas tájak felvétele is volt, és sikeresen be is fejeztük. Az eredeti elképzelése az volt a Zolinak, hogy a Darvas Imrának játszottja a főszerepet, a Szindbád szerepét. Az volt a baj, hogy a Darvas Iván a Szász Péter filmjébe, a Szovjetunióba forgatott a Kapaszkodj a felekbe című filmet. És ez a film, a Szász Péter filmje elcsúszott ott. Nekünk meg el kellett kezdeni a film forgatását, ha be akartuk abban az évben fejezni. És mivel, hogy a Szász Péter forgatása elcsúszott, más színészt kellett keresni. És mondtam a Huszáriknak, hogy te, itt egyetlen egy lehetőség van, a Latinovics. Ő azt mondta, hogy gondolt rá, de előtte ő még megpróbál valamit. Mondom, mit? Azt mondja, hogy hát zseniális lenne erre a Deszika. Mondom, biztos zseniális lenne, gondolom én is, de hát ez egy világsztár, hát ezt hogy tudjuk megfizetni. Na hát nagy nehezen úgy összejött a dolog, hogy a repülőjegyet vagy megszereztük, és kin volt neki egy ismerőse, aki vállalta, hogy őt ellátja. És így elutazott tulajdonképpen egy fillér nélkül Rómába, fölkesne a Deszikát. Találkoztak is. Nagyon meggyőzte, nagyon tetszett neki a dolog, és azt mondta, hogy tudja, hogy a mi helyzetünk milyen, ő ezt el fogja vállalni. Zoltán boldogan hazajött, adott nekem egy svájci ügyvédszámot, csak azt kell fölhívnom, az egész dolog már a tárgya, ez rendben lesz. Hát én fölhívtam a svájci ügyvédet, azt mondta, szólt neki a Szikó úr, valóban akarja csinálni, és nagyon-nagyon-nagyon normálisak a feltételei. Hát akkor, ha jól emlékszem, mondott 20 000 dollárt, ami hát ebben az időben, hogy 50 dollárt kapott egy magyar állampolgár, ezen kívül, hogy összesen egy hónapra ér rá, hogy hétvégén külön repülőgép előtt Rómába kell, és ragaszkodik a fodrász az öt titkárához. Hát, mondtam, egy kis gondolkodási időt kérjük, mondtam én, majd visszahívjuk. Ő nagyon szimpatikus neki, a Szinka úrnak, küldjen, fordítassam le a forgatókönyvet, minden. Ez már óriási pénzbe került volna, ha én lefordítottam olaszul a forgatókönyvet.
és elmondta, hogy mit kell biztosítani még a szikáznak. Szállodát, egy öltözőt, ilyeneket, olyanokat. És akkor jön az úr. És akkor lemondtunk a kültúri színészekre, és ekkor került a képbe Darvas Iván, és ekkor került a képbe utána majd a Latinovics, és így kezdtük el a film forgatását. Mondom a Latinovics Zolinak, hogy Zolikám, tedd meg nekünk azt a szívességet, hogy gyerek egy próbafelvételre. Mihez ott tudom? Mondom, hát a Szimbád. Megőrültél. Ezt a drága, szerencsétlen 20. Zolit tönkre akarod tenni, aki most már évek óta itten járkál a Szimbáddal, és nem tudom, hogy most én elrontjam neki, hogy drága Zolikám, te nem fogsz elrontani. Próbafelvétel, semmi másra nincs szó. Te is kipróbálod, ő is kipróbál, és meglátjátok. Hát annyira nehezen ment a dolog, hogy végül a bújtort is megkértem, hogy itten járjon közbe. Ő meg a bújtort küldte, hogy beszélje le róla engem. Na végül is összejöttek, és hát egy próbafelvétel. Most óriási szerencség volt a próbafelvételnél, mert a próbafelvételnél az a nagyon ismert, ma már legendás Majmunka komplexumot Dajkával azt vettük föl. Tulajdonképpen nem is nekem, nem is a Zolinak, a Dajkának köszönhető, hogy ezt végül elvállalta, és a Dajka Margit beszélte őt aztán ott felvétel közben, hogy hát isteni vagy, ízni, hát csináljuk együtt, hát alig várom, hogy már ezt elvegyük. És tényleg remekül sikerült ez a dolog. Akkor még a Tóth János volt az operatőr jelölt, és a Huszári Tóthnak az volt a kívánsága, hogy csináljunk egy hangjátékot, hogy ezt a sok apró momentumból összeálló filmet, hogy lehet egy vonalba, egy folyamatba kovácsolni. És akkor kiváló neves színészekkel megcsináltunk egy hangjátékot. Pálos György volt, akkor még élt a Pálos György, és ő volt a Szimbád. Nagyon nagy színészekkel egy kiváló hangjátékot csinált. Nekem még mindig megvan az egész két kazettán, és nagyon szépen megcsinálták az egész. És ezt tulajdonképpen a film, ugyanezt csinálták meg filmen is, vagy azért más? Igen, ugyanezt csinálták meg. Majdnem ugyanezt csinálták meg. Szóval a jeleneteket, különböző jelenetekben ezt csinálták meg hangjátékba. Hát dolgoztunk vagy két hétig fönt a Pasadét felső műterembe. Legalább két hétig minden nap dolgoztunk. Azért ez nem volt jellemző magyar filmre, vagy magyar rendezőre? Nem, de nem volt jellemző, de a Bacsó Földottó páros áldozott annyit a Huszári Zoltánra, és a Szindbád című film ígéret volt, hogy egy jó film lesz esetleg. Akkor még, 70 nyarán, akkor még nem forgattunk egy centit se a filmre. Csak a hangjátékot vettük föl, és érezték, hogy ebből lesz valami. Na most hát menet közben azért voltak különböző feszültségek, tudnélik. A színész az mindig azt szereti, hogy vele foglalkoznak, őt világítják, ő van központban. Most ez olyan dolog volt ez a Szimbád, hogy állati fontos volt a látvány. Tehát amíg azok a gyönyörű képek a helyszíneken összeálltak, hát az idő volt. Amíg ezt a Sanyi, aki hallatlan fotasára bevirágított, az is idő volt. És ez alatt a Zoltán ült, várakozott. És hát ő ezt unta, ő úgy érezte, hogy itt tulajdonképpen ő egy mellékszereplő az egész, hát ő itten mindenkinek foglalkoznak, csak vele aztán, hát nem volt tényleg aztán sok gond, mert ő zseniálisan megcsinálta a felvételt, kész pont, de hát ezt meg kell teremteni, hogy ez így legyen. Volt olyan is, hogy én főgyártásértő voltam, az annyit, nekem nem kell állandóan a helyszínen lenni, de állandó kontaktusban voltam a forgatással. Volt olyan is, hogy a várba forgattak, vasárnap volt, és hát a Huszárik engem hív, mindig tudta, hogy én hol vagyok, hív, hogy nagyon nagy baj van, itt a Zoli nem akar forgatni, bezárkózott itt egy szobába, senkit be nem enged, azonnal gyere ki. Hát kimentem természetesen, és hát kopogok, először semmi, aztán mondom, hogy én vagyok, akkor kinyitja be meg. Hát elmondja azt, hogy befejezte részéről a filmet, itt van már reggel nem tudom 8 óra óta, és hát még vele semmi nem történt, egyszer bepróbálták, és az ott egy fül várakozik, hát milyen, mondta, édes Zolikám, te tudod, hogy ki milyen ragyogó idő van, szenzációs. Most itt ülsz, holott, ha már lementél volna, már rég meg lenne a felvétel, és mi elmennénk itt a várba egy jó helyre ebédelni. Szóval, na jó van, gyere! Volt ott egy nagyon drága jelmez. Igen. A Vágó Nelli tervezett a Rutka Évának egy
kézzel festett ruhát. Amikor meghozta a számlát a Homonainé, a ruhakivitelező, és 4000 forintot számlázott le, én majdnem szívbaj kaptam, mert akkor a 70-es évben 4000 forint valami olyan óriási pénz volt egy ruháért, szinte fölakadt a szemem, mikor megláttam a számlát. Kicsit veszekedtem velük, de hát a ruha őket igazolta. Hogyan vonultál ki a produkciós irodádból, amikor az utolsó filmet már megcsináltad ott? De nagyon nehezen. Hát nehéz abban hagyni ezt a szakmát, fájó szívvel hagytam abba. Én nem akarok erről beszélni, mert mindig összecsavarodik, facsarodik a szívem, de nagyon nehéz abban hagyni ezt a szakmát. Majd rájöttök ti is. Én előttem elment a, még volt egy gyártás, Rózsási György. Nagyon elegáns úri ember volt. Cirkuszigazgató típus. Igen, cirkuszigazgató volt minden. Nagy volumenű, klapekva. A letette augusztus 1-én a ceruzát, a plajbát leengedte az asztalra, és többet a filmgyár felé nem nézett. És nekem el is példaképem, hogy ezt így kéne csinálni elegánsan. Csak nagyon nehéz. Mert a Rózsási soha többet nem ment be a filmgyárba, soha többet nem csinált filmet. Soha többet nem kérte fel senki sem. Ez a ház melyik jelenetben játszik? Hát ez a ház, ennek előzménye van, mert a Hungária kávéházban vettük föl egy nagy jelenet a Latinovicsal, Muszte Annával, meg egy nagy statisztériával, ott egy ilyen táncos, zenés mulató volt a Hungária kávéházban, és ott adott el a Muszte Anna virágot a Szindbádnak. Ott történt beszélgetések után kerültek ide ebbe a, ehhez a házhoz. És a jelenet tulajdonképpen a Hungária kávéháznak a folytatása. És amikor ideértek, akkor a Muszte Anna leszólt a harmadik, negyedik, nem tudom már hányadik emeleti ablakból, hogy itt van uram, és kigurott az ablakból. Volt egy olyan amikor napom, amikor volt a meghajlás. És akkor úgy volt, hogy én a Madách Színházban játszottam, mint főiskolás. Nem tudom már megdana volt, de akkor úgy csináltam, hogy elszöktem ott meg az előadásról, képes voltam elszökni, fölkészültem a kis ruhámmal, hogy mama van, hogy én ott a premiéren én meg szeretnék hajolni, nem mondtam el a színházban, hanem átöltöztem, nem szóltam senkinek, kijöttem, taxival meghajoltam, taxiba ültem, és vissza, és utána ott hajoltam meg, nehogy valami problémám legyen. Virág az pedig úgy volt, hogy én nem tudom, számítottak rám, vagy nem, de én nem kaptam virágot. Mindenki kapott virágot, mikor meghajoltak, de én nem. Én nem kaptam, és valahogy tudod, szégyeltem is magam, mert hogy kicsi is vagyok, főiskolás is vagyok, minden bajom volt, sem, nem tudom, belőlem színészni az életben nem lesz, gondoltam, ahogy ott szerencsétlenül álltam. De szóval nagyon úgy, hát mondom, nem baj, lehet, hogy ez így jó, hogy én nem kapok, hogy a virágárus lány, az nem kap virágot. És akkor... valahogy ezt nem tudom, mi történt, hogy, de egy a legnagyobb csokor virágot átvette akkor a Huszárik, és odajött hozzám, és átnyújtotta nekem, és akkor hát kész. Tanítják a Szindbádot kint az Oxfordi Egyetemen, van ott egy szak, és ott vetítik a Szindbádot is ezt a részt főleg, és nem tudom a titkot megmondani, hogy mi ez a titok, hogy ezt a kettőnk jelenetét tanítják kint az Oxfordi Egyetemen. Jöttek haza magyar színészek, és ők mesélték ezt. Úgyhogy valami varázsa, olyan varázs, ami már, amit talán, hát nem tudom megmondani, mi ez a varázs, nem tudom. 30 év után hogyan gondolsz vissza azokra az évekre? Na, ha arra gondolok, hogy milyen volt akkor 30 évvel ezelőtt ez az utca és a környéke, és most milyen, ha csak körbenézel az autókon, ezt a rengeteg autót, meg a modernizációt, amit látsz, az a 30 év korkülönbség meglátszik azért. De nem csak itt, hanem az egész filmgyártásban.